Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Istennek Ábrahámmal kötött szövetségéről a Mózes első könyve 17. részében olvashatunk, az első nyolc verset olvasom. Mikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelent az Úr Ábrámnak is mondani ki, Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes! és megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és felette igen megsokasítlak téged. És arcára borult Ábrám, az Isten pedig szólott őnéki mondván, ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyává leszel. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek téged, és felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled, és megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és a te utánad, a te magod között, annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek neked istened, és a te magodnak te utánad, és adom te néked, a te magodnak te utánad, a te bújdosásod földjét, Kánaánnak egész földjét örök birtokul, és Istenük leszek nékét. Ámen. Ez Istennek szent ígéje. Ábrahám életét a Biblia az elhívásával kezdi. Urkazdim, majd háránot hagyása, az engedelmesség, a hitbeli vállalkozás és az Istenhez való ragaszkodás kimagasló piramisai, kolosszusai voltak. Ott Ábrám úgy állott előttünk, mint a hithősök között is a legnagyobb hős. De a Biblia azt is megmutatja, hogy Ábrahám hozzánk hasonló ember volt, nem pedig hibátlan angyal. Voltak tévedései, ballépései is, bukása is, a hitnemes harcában érték kudarcok és vereségek. Az éjség elől Egyiptomba menekült, a várakozásba belefáradva, sára tanácsára megszületett Ismáel, Hágártól. <tosz> De az előbbi résszel ellentétben itt van ez az újabb rész, ahol Isten irgalma elfedi Ábrahám bukásait. Isten újra beszélt Ábrahámmal, és az újabb találkozáskor Isten rendkívüli önkinyilatkoztatásáról olvasunk. Én a mindenható Isten vagyok, élszát, Ugyanakkor Ábrahám felé most a, követke, a követelmény is elhangzott: járj én előttem, és légy tökéletes megismételte, megerősítette a szövetséget, és ennek jegyeként a körülmetélkedést parancsolta Ábrahám utódainak. Végül Ábrahámnak egy magánjellegű, önfejű kéréséről is beszámol az ige. Kezdjük tehát először a rendkívüli kinyilatkoztatással, amelyben Ábrahám részesült. Én a mindenható Isten vagyok. Isten több rendben és többféleképpen kijelentette már magát Ábrahámnak, minden kinyilatkoztatás egy újabb, egy mélyebb lépés volt Isten megismerésének útján. Természetesen mi az új emberek már látjuk azt, hogy Jézus Krisztus az Isten legnagyobb kijelentése. Ábrahám ezt még nem tudta. Ő minden találkozásnál újabb élményben részesült, egyre jobban megismerve azt az Istent, akiben ő hitt. Most Ábrahám istene úgy mutatkozott be, mint a mindenható Isten, és újra kijelentette, hogy Ábrahámmal szövetséget köt. A szövetség részeként megígérte neki, hogy fia lesz. Amikor kijött Háránból, már 75 éves volt, vele együtt Szára is öregedő asszony. Az elhívás óta eltelt 15 év. Hosszan várták Isten ígéretének beteljesedését, de az még nem következett be. E hosszas várakozásban történt, hogy Szára elhatározta, hogy segíteni fog Istennek, imhol az én szolgálom javasolta férjének, legyen tőle fiad, aki az én fiam lesz. Ez kor történetileg megszokott megoldásnak számított, amikor nem született valakinek törvényes örököse. És a rabszolga hágártól megszületett gyermek felnövekedett. Már egy éves, két éves, tizenhárom éves volt, és akkor Ábrahám. 99 éves aggastyán, igazi öregembe. Elképzelhető, hogy kezdett lassan megnyugodni, milyen jó, hogy Ismáel megszületett, mégiscsak, milyen jó! Ugye, Isten terve megvalósul, Ismáelben megvannak az ígéretek, ő lesz az örökös, ő az én fiam. De megjelent az Úr Ábrahámnak mindezek után, és azt mondta, én a mindenható Isten vagyok. Én sádálj! Járj én előttem, és légy tökéletes! És itt olvashatunk a követelményről is Ábrahám felé. A szövetség megköveteli az erkölcsös életmódot, légy tökéletes. Énók és Noé Istennel járó emberek voltak. Az Ábrahámnak szóló utasítás hasonló életvitelt követelt. Járj én előttem, jár Istennel, a mindenható Isten jelenlétében, vele szövetségben, közösségben. Az Úr Jézus azt mondta, legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Az ószövetségi parancs az újban is megismétlődik, hogy szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Mindez mutatja, hogy Isten nem változott meg, és az egész Biblia összhangban van. Itt meg kell vizsgálnunk magunkat. Így közösséget vállalhat-e velem, veled Isten? szövetségében élsz -e vele? E, ennek a kapcsolatnak az ismertető jegye a szentség. Szent vagy-e? Istennel jársz-e minden nap? Az egyetemes anyaszent egy ház, amelyben hiszünk, a szentek közössége. Istennek az a kijelentése, hogy én a mindenható Isten vagyok, arra is utal, hogy Ábrahám, nekem nincs szükségem a te segítségedre, hogy ígéreteimet valóra váltsam. Istennek semmi sem lehetetlen. Ha ő ígért valamit, azt valóra is tudja váltani. Nem akadály az életkor, nem kell sárának sem segítenie, nincs szükség hágára sem, Istenél nincsenek lehetetlenek. Ő él a mindenható Isten. Nem perfekcionizmust hirdetünk, itt a Földön nem lehetséges a bűn nélküli, tökéletes élet, még hermetikusan elzárt kolostorban is ott van a bűn. Lelkünk ellensége, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit elnyeljen. A bűnbeesés veszélye mindig fennáll. Ha azt mondom, hogy nincs bűn bennem, magamat csalom meg, mondja János Apostól. Nem lakik az én testemben semmi jó, mondja Pál Apostól. De ha az újászületés csodája megvalósult, és természetünk megváltozott, akkor igenis valami alapvető tény változott meg. A bűnre hajlamos, természetemet halálba adtam, az feszítetett meg, már kívánom a tisztaságot, és gyűlölöm a bűnt, és szakítani fogsz bűnös szenvedélyeiddel, önzéseddel, gőgöddel, képmutatásoddal, hitetlenségeddel, egy szóval a világgal, a bűnnel, és képes leszel járni Isten előtt. A követelmény feltárása után Isten ismét felkínálja a vele való szövetséget én megállapítom a szövetségemet, megkötöm a szövetségemet veled. Ezt a földet adom neked, Kánán földjét, a te bújdosásodnak földjét. A 15. részben volt szó először a szövetségről, amikor Isten, mint egy égő fákja, átment a ketté hasított hús darabok között, és önmagára nézve egyoldalúan vállalta az ígéretek beteljesítését. Az Isten való kapcsolat megváltoztat. Így változott meg Ábrahám és Szárai neve is, hogy Ábrahám engedelmeskedni kezdett, ez ő teljeséggel átformálta, Isten barátjává lett, Isten barátjának neveztetett. Végül arról olvashatunk, hogy akkor, amikor Ábrahám mindezek után arcra borult a mindenható Isten előtt, akkor nevetett. Arcra borult, de közben azt gondolta, vajon egy száz éves Ábrahámnak és egy 90 éves sárának lehet-e még gyermeke? Majd felemelkedett arcáról, és kimondott egy önfejű kérést. Vaj, ha Ismáel élne te előtted. Hadd említsem meg az én fiamat, Ismáelt. Nem lehetne ő az örökös, nem lehetne ő az ígélet gyermeke. Már 13 éves, egészséges, nagy fiú. Vaj, ha Ismáel élne te előtted? Uram, itt van, amit te cselekedtél? És erre az úr azt válaszolta Ábrahám nem. Ez az, amit te cselekedtél. Kétség nélkül sára fog néked fiad szülni. Jövő évben ilyenkor fiad lesz. Nevezd őt Izsáknak. Vele kötöm meg az én örökkévaló szövetségemet és az ő magvával. Ismáel felül is meghallgattalak, de nem ő lesz az ígéret gyermeke. Izsákban neveztetik néked mag. Ábrámnak ez a kérése hülyen tükrözi, ahogyan mi szoktunk bánni Istennel. Nekünk is vannak terveink. Egy évre, öt évre és annak érdekében szoktunk cselekedni. A baj az, hogy amit mi cselekszünk, arról sokszor azt gondoljuk, hogy azt Isten tette. Az Isten munkája. Szinte vakon haladunk tervünk megvalósításában, előre vágtatunk, döntünk, határozunk, újra tervezünk, aztán úgy, mint Ábrám, benyújtjuk Istennek jóváhagyásra. Most, ó, Uram, ősd rá a te pecsétedet, legyen ez a tied. És ha erre Isten azt válaszolja, hogy nem, akkor azt hisszük most összedől a világ. Isten engem már nem is szeret. Pedig, ha visszaemlékezünk, ez nem Isten ígérete volt. Mi rontottuk el a dolgot? Ő a mindenható Isten, a száz éves Ábrahámnak is születhet fia, ha Isten úgy akarja. Ábrahámnak nincs más választása, milyen jó, hogy nincs. Csak az, hogy higgyen Istenben. És Ábrahám hit, Újra hitt. Akkor, amikor már semmi kilátása nincs, semmi emberi magyarázat, lehetőség nincs arra, hogy Isten beválthassa szavát. Ábrám akkor is hitt az Istenben. Körülmetélte házanépe, férfi tagjait, vállalta a Szövetség jegyét, annak jelét, hittel elfogadta azt, amit Isten megígért, és ez azt mondja nekünk, hogy tudok-e én, tudsz-e így hinni, így élni ami a jövődet, a pályádat, a házasságodat, a családodat, minden döntésedet illeti. Ki tudod-e mondani, hogy legyen meg, Uram, a te akaratod? Boldog ember az, aki bízik Istenben. Boldogok az Ábrahám fiai, akik hitben járnak és nem látásban. Ezek végül megtapasztalják, hogy jóságos az Úr, mert a mindenható Isten meg tud áldani. Boldogát csak is ő tehet. Ámen.